a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsorak köszöntöm Önöket. Két hete kezdődött el az új tanév, azóta a közlekedés is nehezebb a nagyobb városokban. Nyíregyházán kísérletet tesznek arra, hogy most szerdán csökkentsék a dugót. A műsorban arról is szó esik, hogy hogyan. Nézzük még, mivel várjuk Önöket. Folyamatos fejlesztés, csatornát és sportközpontot is építenek Újfehér tón. Csenger aranya almanapokat tartottak a Szatmári településen. Autómentes nap, kerékpáros programok szerdán Nyíregyházán. Már nem kell sokat várni arra, hogy elkészüljön a Honvédelmi Sportközpont Újfehér tón. No de nem ez az egyetlen fejlesztés a városban. Épül egy másik sportlétesítmény is, de bővítik a csatorna hálózatot is. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban a település polgármestere Hosszú József. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a televízió nézőket! Még mielőtt a Honvédelmi Sportközpontra rátérnénk, hát azért mögöttünk van egy nyár, a covidos időszak után mennyire érezték, hogy felszabadult a város? Azt tapasztaltuk az elmúlt nyáron, hogy az embereknek szükségük volt arra, hogy kimozdulhassanak ebből a COVID-okozta bezártságból, igyekeztünk ehhez megfelelő programokat megvalósítani. Két napos fűtös fesztiválunk volt, illetve kettőnapos napos volt az augusztus 20-ai ünnepkör kapcsán is a rendezvény. Én úgy gondolom, hogy közel 20 ezer ember látogatott el ez a rendezvényekre a négy nap során. Nagyon nagy megelégedettségre, én csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Látszott az embereken, és el is mondták, hogy végre, végre kiszabadultunk egy picit ebből a bezártságból. nézzük akkor a Honvédelmi Sportközpontot, ami hamarosan megépül. Egyáltalán kezdjük ott, miért van rá szükség egy Honvédelmi Sportközpontra? A közelben nincs laktanya. A laktanya? Hát a laktanya ugye volt régen, már megszűnt, Hajdóhatházon van, a közelben a Debrecenben a, a bocskai laktanya, ami elég jelentős számú katonának ad munkát. Ugye új egy előző pár évvel ezelőtt volt egy kormány határozat, hogy honvédelmi sportközpontot építenek e, valamennyi járásban, aztán ez lecsökkent, és végül öt helyszínen indult el a beruházás, ezek közé került be újféltó is nagy örömünkre. A beruházás tavaly júniusban e, kezdődött, és most pedig már az utolsó simítások zajlanak az épületen, a környezetét szépítik, belső a simítások vannak, és terveink szerint, és a kivitelezők elmondása alapján valószínűleg október hónapban már elkészül az épület, és úgy megtörténhet az ünnepélyes átadása is, és Bétokba vehetik a környéken élők. Tehát akkor azt elmond, hogy egy fél nem kerül ez a városnak, hanem ez kormányzati támogatás? Így van, maga az építkezés az, az kormányzati forrásból történt. Az önkormányzatnak két kötelezettsége, kötelezettséget vállalt az előző vezetés a városnak. Telket adtunk ehhez a, a beruházáshoz, illetve a közműveket kellett eljutatni az önkormányzatnak az épület, az épület, az épület a telek határig, tehát ez nem egy nem rót egy jelentős terhet a városa. Magyarázunk meg két fogalmat, és honvédelmi. Mitől honvédelmi? Nem, először a sportközpont. Mi, mit jelent az, hogy sportközpont, tehát milyen sporttevékenységeket lehet ott majd végezni? Ha hát elkészül, elkészül az épület, akkor lesz benne egy uh, tíz állásos lőpálya, egy 50 méteres és egy 25 méteres, lehet, 25 méteres pályán lehet majd lövészetet gyakorolni, ami úgy gondolom, hogy nagy igény lesz rá, hisz az jelzések alapján már nagyon sokan várják, hogy kipróbálhassák, aztán pedig lesz egy tornaterem, ahol különböző küzdősportokat lehet majd gyakorolni az érdeklődőknek, ez sportburkolata lesz ellátva, úgyhogy a kempósaink már nagyon várják, hogy a vessék majd ezt az épületrészt. És akkor mitől honvédelmi? Itt az épületben, ugye egyrészt a lövészet miatt, ugye a honvédségnél én jó maga voltam katon, emlékszem rá azért, hogy ott voltak elég komoly kiképzések is. Lesz egy tornat, tornatermi rész, ugye lesz a lőtér, és lesz egy tanterem is, és itt honvédelmi jellegű képzéseket fognak majd tartani a honvédelmi sportszövetség által, hisz ők fogják üzemeltetni az épületet, tehát honvédelmi képzéseket fognak tartani az érdeklődőknek, illetve a helyi középiskolát és környékbeli középiskolákat is bevonva. Tehát akkor nem csak a megvalósítás effektíve alig került valamiben az önkormányzat, hanem a fenntartás sem az önök feladata. Így van, a Honvédelmi Sportfelség fogja üzemeltetni. Viszont akkor ez nem jelenti azt, hogy Honvédelmi Sportközpont, hogy az új újfehértóiak nem vehetik igénybe, hogyha akarják. Persze, tehát ez teljesen nyitott lesz, előzetes egyeztetés alapján, szabályok betartásával bárki látogathatja az intézményt. Van még egy másik sportlétesítmény, amely megvalósul, ez pedig egészen pontosan egy labdarúgó focipálya. Így van, új egy nagyon futballszerető város nagyon sokan szeretik a futball, de a jelenlegi körülmények, amelyek fogadják az ide látogatókat, sajnos elég mostohák, és erre is, is pár évvel ezelőtt volt egy kormányhatározat, amely alapján új Féltóról futballpályá építését tervezték egy fedetlelátós kiegészítő létesítménnyel. Ez a projekt egy picit megfeneklett, de az utóbbi idő, az elmúlt hónapokban szerencsére újra beindult az élet, és úgy ott tartunk, hogy jelenleg a kiviteli terveket készítik. Valószínűleg ennek október-november hónapban elkészülnek, és akkor november hónapban megkezdődhet az effektív kivitelezési munka. Ha láthatjuk a képeket, akkor ez konkrétan azt jelenti, hogy már készen is van a látványterv, tehát mikor szeretnék átadni. Így van, a látványtervek megvannak, hát a beruház, a kivitelező elmondása alapján körülbelül egy év az, át, az, építkezés ideje, ugye az időjárástól is függ, elég mélyen fekvő területen van ez a városban, bízunk benne, hogy nem lesz semmi fennakadás, és akkor jövő ősszel, kora ősszel lesz az a létesítmény. Na, ha már azt mondta, hogy mélyen fekvő területen van, akkor térjünk át egy másik témára, ami örök probléma új fehér hogy hogyha jól tudom, ez pedig a csapadék víz elvezetés. Hát évek óta erre azért erre a problémára megoldást keresnek, meg találnak is, csak hát gondolom egyik pillanatról a másikra azért nem lehet megvalósítani. Ezt. Viszont több ütemben igen. A második ütem az már lassacskán befejeződik az éppen aktuális fejlesztéseknek. Így van. 2019-es polgármesteri választásom óta három nyertes pályázata van már az önkormányzatnak, csapadékvíz, témakörben. Ezek összesen több mint egy milliárd forint értékűek. Úgy gondolom ez nagyon jelentős összeg, hisz nem sok település büszkélkedhet azzal, hogy ekkor összeget kapott csapadékvíz elvezetés problémák megoldására, de úgy gondolom és biztos is vagyok benne, hogy ez nagyon jó helyre került, hisz újféltónak rengeteg olyan része van, ahol egy nagyon beső komoly problémákat okoz. Az első ütemben megvalósult a, megvalósul a Farkasnyári utca és a Tokai utca egy jelentős részének a problémái. Itt a kivitelezés során, ami most pont holnap lesz a műszaki általás átvétel ennek a első két ütemnek. Itt ugye többször volt olyan eső, ami igazán tesztelhette a rendszer működését, és biztosan állíthatom, hogy jól fog működni a rendszer. Elkezdődött és már lassan be is fejeződik a második üteme is, ami a Tokaj utcának egy jelentős szakaszát érinti, illetve megnyertünk egy ugye harmadik pályázatot, ami pedig a nek a város legmélyebben fekvő részének jelentős részét, a Debreceni, Balkányi, Görgei és Munkás utcának a csapadékvíz elvezetési gondjait igyekszik megoldani. Akkor ez azt jelenti, hogy most már teljesen meg lesz oldva a probléma, vagy még azért közel sem? hát alakul, alakul, de még a messze a vége, hisz nem csak építenünk kell csapadékvíz elvezető rendszereket, hanem a 60-as, 70-es években épülteket fel kell újítanunk, hisz ezek a rendszerek annak idején nem a mostani időjárásra voltak tervezve, és most is látjuk azt, hogy egy nagyobb esőzés során ezek a régi rendszerek már nem bírják a, azt a terhelést, amit, amit sajnos kapnak. És itt nem arról van szó, csak a nem úr fehér tójak kedvéért, hogy azért is építik a csapadék vízelvezetőt, hogy a későbbiekben majd leaszfaltozzák ezeket az utcákat. Nem, ez ugye ez, új sajnos elég rosszul áll aszfaltozott utak tekintetében, nincs az város 66 kilométernyi beltöleti útjából, 31-2 kilométer van jelenleg leaszfaltozva, tehát ez is még egy előttünk álló feladat, hogy a, az úthálózatunk korszerűsítése megvalósuljon. Ez is akkor örök téma, maradhat, mondhatjuk, de még egy kicsikét visszatérve a csapadékvíz elvezetőre vannak még olyan, olyan ütemek, amelyeket terveznek? E, így van, ugye Újfértónak az egyik e, frekventált útja a 3504-es droggal összekötő útnak a beltelti szakasza, ami nagyon rossz állapotban van. Ott most megkezdődött egy útfelújítás, tervénk között szerepel az út mellett futó kerékpárút felújítása, illetve egy kerékpárút építése a temetőtől ki a honvédelmi sportközpontig, hiszen a fiataloknak biztosítanunk kell azt, hogy biztonságos körülmények között köze, e, jussanak ki a Honvédelmi Sportközpontba, illetve ennek a Kossuth utcának még nagyon nagy problémája szintén a csapadékvíz elvezetés, úgyhogy amint most megnyílnak a topos pályázatokat, amelyeket már gondolom minden polgármester kollega nagyon vár, erre is fogunk pályázni, hogy erre, ennek az útszakasznak a csapadékvíz elvezetését is megoldjuk. Útfejlesztés akkor, ez is része, ugye? De vannak Itt. még további Tak. Így van, hát az elmúlt tíz évben nem sok útépítés volt Újfehérton sajnos. Most ezt elkezdtük, útépítést és úthalütást is. Büszkén mondhatom, hogy az előttünk álló egy hónapban Újfehérton nyolc utcája is teljesen vagy részben új aszfaltburkolatot kap, különböző kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyet ezúttal is köszönök a kormányzatnak, hisz látják azt a problémát, amivel új féltó nap, szembe szembesül, hogy az úthálózatunk, a meglévő aszfaltburkolatú úthálózatunk is nagyon rossz állapotú. Ön mennyire tud fejleszteni a tekintetben a város? A kommunális, adónak a, befolyt, a kommunális adóból befolyt összeget a helyi rendelet alapján útfejlesztésekre, útfelújításokra kell Fordítani, ez egy olyan 40-50 millió forintot jelent évente, de ebben benne vannak a, a tél, téli grédezések, útpatkajavítások, tehát tudunk rá fordítani. E, igyekszünk is minél többet erre a célra használni. És ha jól tudom, akkor játszótér is épült önöknél nem régen? Így van, hát új fejtőt én a fiatalok városává is szeretném tenni, és úgy gondolom, hogy a fiatalok egyik megtartó ereje is lehet az, hogyha olyan helyekre tudnak elmenni, abban a kevés szabadidőben, amivel rendelkeznek, ahol kulturált körülmények között szórakozhatnak a gyerekeikkel, úgyhogy ennek jegyében évente legalább egy-két játszóteret építünk. Most nem nemrég a májvás kelti település részen épült egy játszótér, amelynek óriási sikere van, és nagyon nagy igény van rá a város többi részén is. Beszéljünk még egy másik létesítményről, vagy ipari létesítményről, amely a közeljövőben valósul meg, és hát bízvást azért az alma termelők helyzetét, ha nem is megoldja, de egy kicsikét javítja, ez pedig a Szabolcsi Almacentrum. Mi a, a, város véleménye, állásfoglalása egyébként etéren? Tehát mi nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen projekt valósul meg a város határában, hisz az a helyi regionál, régióban működő almatermelőknek és a, és az Alma felvásároknak is egy nagyon komoly ö, fejlesztés lesz ez, valamint ugye a Debrecen Egyetem által ott elindítani tervezett szakképzésben és egyetemi képzésben is egy olyan központja lehet a, a, akár az egész régiónak új fejetó, ami, ami régi fényét, a kutatóintézet régi fényét hozhatja vissza. Ugye ez több mint 8 milliárd forintos projektről beszélünk egyenlőre, ez csak az Alma Centrum, utána pedig az a szakmai fejlesztés, ez pedig több-több milliárd forint fejlesztés hozhat a városba, aminek mi nagyon Önörülünk egyébként, az pedig még az, hogy a, ezzel a projekttel összefüggésben további útfejlesztéseket tudunk majd a városban végrehajtani. Van egy másik történet is, ami hát ha nem is teljesen megoldja a gazdaságbéli bevételek finanszírozását, de azért segíthet, ugye az ipari partnak a fejlesztése létrehozása. Újfehértó, miért pont most gondolkodik, hogy egy ipari parkot kellene létrehozni? Hát én ö, sosem értettem meg, hogy újféltón miért nincs még ipari park, hisz az adottságai, amelyekkel rendelkezik ugye a két nagyváros között, vasút mellett, autópályától 6 kilométerre igazán predesztinálták volna arra, hogy itt egy nagyon gyönyörű ipari park és zsúfolt ipari park lehessen. Ennek az okait sokan boncolgatják, sokféle verzió van, hogy miért nem valósult meg múltal nem foglalkozunk, csak előre, úgyhogy várjuk az ilyen jellegű topos pályázatot is ipari park fejlesztésére. A terület már megvan, amit szeret, a terület már ki van nézve, ahol szeretnénk ezt megvalósítani. Befektető jelöltek is vannak már, most az egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy a közmű fejlesztéseket végre tudjuk hajtani, hiszen a jelenlegi közműhálózat sajnos nem elég arra, hogy egy bármilyen komolyabb cég új fejét Polgármester úr, köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Újfehértó után pedig Csengerbe látogatunk. A szatmári településen tartották nemrég a már hagyományos almanapokat. A rendezvényen elhangzott, hogy a térségben szükség lenne egy feldolgozó üzemre, amely létrehozását most a kormányzat is támogatja. Zöld alma, piros alma, a legkülönbözőbb fajtákat lehetett megkóstolni a csengeri almanapokon. Csak nem száz éve termeszték csenger aranyát a térségben. Azóta sokat változott a technológia. A Fruit Web szakmai szervezet elnöke szerint csak a korszerű gazdaságok tudják felvenni a versenyt a hazai és külföldi termelőkkel. Amíg. 15-20 évvel ezelőtt egy versenyképes intenzív almaültetvényt eltelepítettünk 5-6 millió forintból, az ma már 16-18 millió forint, vagy talán közelít a 20 millió forinthoz is, és ezt a borzasztóan nagy befektetett tőkét vissza kell tudnunk termelni, ahhoz viszont már nem elegendőek azok a 30-40 tonna per hektáros hozamok, amit még 20-30 évvel ezelőtt megcsináltunk egy ültetvényen, hanem az 50-70 tonna irányába kell menni, ehhez viszont jön a következő tényező, nagyon-nagyon kiélezett szaktudásra van szükség. A következő gondunk a munkaerőhiány. Étkezési almát születelni géppel nem lehet, csak és kizárólag kézzel betakarítható, és ebben a munkaerőhiányos környezetben ez ma már nagyon nagy kihívás nagyon sok alma termesztő gazdaságban, sőt, nagyon sok gazdaságban azért nem mernek fejleszteni, mert nem látják a munkaerő hátteret az új telepítésű ültetvények mögött. Amit tehetünk a munkaerőhiány ellen? azok csak részmegoldások. Az egyik az az intenzitás fokozása, ahol az élő munka hatékonysága jelentősen javul, így egy kiló almára kevesebb a befektetett munkaerő mennyisége. A másik pedig a gépesítés automatizálás, de ennek sajnos egy alma termesztésben vannak korlátai. És akkor ott vannak a versenytársak, akikkel szintén meg kell küzdenünk a piacon. versenytársakat kitiltani a piacról nem lehet, olyanok, mint a fociban a bíró, a pálya tartozékai. Nem lehet sem a lengyel almát, sem más beszállított importalmát kitiltani. Elten a hazai piacokról versenyképessé kell tenni magunkat velük szemben. Ez kell a jégháló, az öntözés, a fagyvédelem, a nagyon nagy szaktudás, a munkaerő rendelkezésre állása, és ha mindez együtt van, akkor igazából már csak nagyon szervezett termelésre és értékesítésre lenne szükségünk, aminek szintén Magyarországon, a magyar gazdák többsége hiány áll, összefogásban, szervezettségben még nagyon sok a pótolni valunk. Ha mindez együtt van, akkor lehet versenyképesen almát termeszteni. A folyamatos fejlesztés a digitalizáció szükségességét a település polgármestere is fontosnak tartotta. Ma már jégháló nélkül nem, nem lehet termeszteni, nagyon nehéz. Tehát kap egy jeget a, a terület, e, akkor onnantól kezdve már csak ipari almaként vagy ipari gyümölcsként tudja értékesíteni az almáját, és ezért fontos az, hogy ehhez legyen Európunius támogatás. Nyilván a magyar állam is hozzáteszi a saját erőt, de a gazdálkodóknak is hozzá kell tenni a saját erőt ahhoz, hogy tudják megvalósítani ezeket az új korszakokat ültetvényeket. És ha ezek megvannak, akkor nyilván mind a bevételüket, mind pedig a termelést tudják optimalizálni. Ez nagyon fontos mind nem csak a mai világban, hanem nagyon fontos lesz a következő évtizedekben is. És még az is, hogy nem csak az intenzív termesztést támogassák, hanem ma már a természetvédelmet, környezetvédelmet is figyelembe kell venni, és ezért a biotermesztésre is egyre jobban állnak át a csengeri és térségben élő gazdálkodók, és hogyha ez ilyen folyamatban fog zajlani, akkor bízom benne, hogy itt is egyre több gazdaság fog átállni. Egyrészt egészségesebb gyümölcsöket tudunk majd fogyasztani, vagy tudnak majd fogyasztani az emberek, és abba is bízhatnak, hogy nagyobb árbevételük is lesz ebből. A rendezvény megnyitóján Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a helyi gazdaságok megerősítésével fejlődik a helyi társadalom is. Minden arról szól, hogy hogy tudjuk a magyar vidéki életet élhetővé tenni, gazdaságosá tenni, és lelkületileg magyarnak megtartani. Mert azt gondolom, hogy a magyar nemzet jövője az a mostani vidéki hajszál gyökereken múlik. Fel tudjuk-e szívni azokat a tápanyagokat, hogyha már Almáról beszélünk, ami ahhoz kell, hogy büszke magyarságunkkal, magyar Magyarország legyen még ezer év múlva, és ezer év múlva is magyarul tudjuk ezeket a köszöntő szavakat elmondani. A megnyitón Forján Zsolt, Csenger polgármestere segítséget kért a jelenlévő agrárminisztertől. Csengerben az alma termesztés közel száz évre lehet nyúlhat vissza és hogy hogyan értek el idáig a gazdálkodók, ezek a gyönyörű gyümölcsök, amelyeket ma is megtekinthetünk az almás kertekbe, az nem más, mint ahogy szokták mondani, apáró fiúra szállt a gazdaság, a tudás, a tudományoknak az átadása, és természetesen az a szaktudás, amelyet az élet tapasztalat hozott meg nagyon sok embernek és nagyon sok gazdálkodónak itt. Nagyon büszkék vagyunk ezért a helyi csengeri emberekre, hiszen mindig büszkén mondjuk azt el, hogy a csenger aranya az nem más, mint az alma. Aztán, ahogy jött a 21. század, természetesen fejleszteni kellett, korszerűsíteni kellett a gazdálkodást, és olyan fajták alakultak ki, ahol már a fajta jelleg megőrizte azt az igényét, ami piacképes, és természetesen öntözéssel van ellátva, a jéghálóval, fagyvédelemmel, ez pontosan azért kellett a korszerűsítéseket megvalósítani, hogy optimalizálni tudják az termésmennyiséget, és nyilván minél nagyobb árbevétel tudjanak elérni a gazdálkodó. És nem csak az intenzív termesztés van ma már itt Csengerés térségében, hanem az intenzív termesztésen túl már a környezetgazdálkodással is foglalkozva, a természet- és környezetvédelemmel a biogazdálkodás is elindul. Fontos ez, tudjuk a jövőnk szempontjából is, hogy minél egészségesebben éljünk, és minél több olyan gyümölcsöt együnk, ami a gyerekeknek és az itt élő társadalomnak az egészséges életéréhez is hozzájárul. Tisztelt Miniszter úr, itt a még embereknek, csengeri embereknek és gazdálkodóknak mindig volt egy nagyon nagy vágya, és ebben kérem a segítségét Miniszter úrnak, hogy évtizedek óta szeretnénk egy feldolgozó üzemet itt ebben a városban. És azért fontos egy feldolgozó üzem, mert még emlékszünk arra, amikor az ipari almát Békés Csabára vitték el, és sokszor többbe került a szállítási költség, mint a felvásárlási ár. És ha nem az, nyilván nem az étkezési almára gondolva, de más csonthéjas gyümölcsökre, amelyeket fel tudnánk helyben dolgozni, egyrészt munkát adna az embereknek, másrészt pedig sokkal nagyobb bevétel tudnának a gazdák nyilván termelni abból, hogyha helyi feldolgozás lenne. Abban kérnék a segítségét miniszter úrnak, hogyha a kormányzatnak a közeljövőben van ilyen koncepciója, akkor tegye be nekünk ezt a koncepciót, akár befektetőkkel, akár állami beruházással, de nyilván mi is szeretnénk kapcsolódni azokhoz a feldolgozó részekhez, egységekhez, amelyek Magyarországon is itt működnek. A megnyitón kiderült, jókor és jó helyen fogalmazta meg a helyiek kérését a polgármester. Most is nyitva van egy olyan pályázati lehetőség, amelyel egy ilyen élelmiszeripari üzemet meg lehet építeni. Felezünk, magyar kormány is ad egy forintot, és egy helyi vállalkozás is betesz egy forintot, és már is meg lehet építeni ezt az üzemet, ha hiszik, hanem akár 5 milliárd forintot is tudunk adni ahhoz, hogy egy nagyon komoly üzem megépítése meg tudjon valósulni. Tehát fogalmazhatok úgy, hogy soha ilyen közel még nem állt Csenger ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a feldolgozó üzemet. A miniszter azt is elmondta, fontos feladatuk a szakember utánpótlás biztosítása is. Azt kell tudnunk elősegíteni, hogy a fiatalok úgy tudják átvenni a gazdaságot, hogy legyen forráshoz jutási lehetőségük. Kaphassanak olyan hiteleket, amellyel ezeket a fejlesztéseket meg tudják csinálni. Legyenek olyan pályázatok, amelyekkel ezeket az igényeket ki tudják elégíteni. Mert a fiatalma számot vet. Megéri, nem éri. Ha elmegyek az iparba, 8 órát dolgozok, 13. havi bér van, szabadságra tudok menni, köszönöm szépen, viszont látásra. A mezőgazdaság egy életforma is, nem csak egy szakma és ebben pluszokat kell adni. Nyilván, aki ezt szereti, annak a legcsodálatosabb dolog. Hiszen mi gazdászok úgy érezzük, hogy a világ legszerencsésebb emberei vagyunk, hiszen kint vagyunk a termőföldeken, a gyümölcsösben, átérezzük mindazt az erőt, amit egy termőföld jelenléte adhat. Gazdák vagyunk, függetlenek és szabadok. Óriási jelentősége van ennek. De bele kell tanítani a generációt ebben. Nagyon káros hatása volt annak a 50-60 évnek, amikor a gazdai lét alkalmazotti lété alakult. És egyszerűen nagyon nehéz a fiatalokat most arról meggyőzni, hogy itt karácsony szent napján is föl kell kelni, és az állatokat meg kell etetni. Tehát még azt mondom, hogy a növénytermesztés a gyümölcstermesztés még kevesebb lemondással jár mint egy állattenyésztés. is. Ott minden napot kell lenni, minden nap a jószágokkal kell lenni. És ezért fontos nagyon, hogy meglegyenek a fejű robotok, meglegyen az a automatizált technológia, ami ezt a fizikai munkaerőt ki tudja váltani és ki tudja könnyíteni. Az almanapok szakmai tanácskozásain az is kiderült, hogy a közös agrárpolitika forrásainak nemzeti társfinanszírozási mértékét a kormány 80%-ra emelte fel, ami háromszor nagyobb összeg, mint a korábbi években volt. Idén szeptember 22-én rendezik meg Nyíregyházán az Európai Autómentes Napot. Számtalan kerékpáros programmal várják a szervezők a közlekedőket. Vennék a stúdióban a témával kapcsolatban Kazai Béla, a Zöld Kerék Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, én is nézőknek. Na még mielőtt a programokra rátérnénk, azért én kíváncsi lennék arra, hogy tényleg egyébként egy város levegőszennyezettségének jelentős befolyásoló tényezője az autós közlekedés? Igen, tehát az utóbbi időkben már igen. Az ipari szennyezés azt szerintem már most inkább jobban tudják mérsékelni, de a, az autós közlekedés az mindenképpen egy fontos szempont, és ezért is van ez az autómentes nap tulajdonképpen, vagy mobilitási hét, amit 1997-ben először Franciaországban rendeztek, és azóta már ez a mobilitási héttén ütte ki magát, és... Hát ezt fel, megpróbálják felhívni a figyelmet ezzel a rendezvényel, hogy próbáljunk meg tudatosan autózni, próbáljuk meg akkor használni, amikor fontos, és próbáljunk inkább más közlekedési eszközt, kerékpára, gyalog, közösségi közlekedéssel, mert nem tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel közlekedni és az év mottója a fenntartható közlekedés, a biztonság és az egészség egyében. Tehát ez a ez évi mottója az autómentes napnak és a mobilitási hétnek is. Az egészség jegye az a pandémiás helyzetre is utal? Szerintem inkább a mozgásra utal. A mozgásra utal, utal. Inkább a mozgásra utal, mert szerintem arra mindenkinek szükség van, főleg, hogyha a monitor előtt ül mondjuk 8 órát, és utána még esetleg hazasétál, vagy, vagy ha beül az autóba, akkor sokkal kevesebbet mozog, és így, így azért nagyobb a veszély az érrendszeri betegedéseknek. Tehát inkább azért, ha van rá mód, akkor mozogunk, vagy hétvégén kiszabadulni, kerékpárral egy 50 kilométeres körzetbe szabadságon. Tehát azért azt érezni, mikor az ember elindul, és akkor begyorsít, kihajtja magából a stresszt, az egy nagyon csúcs dolog meg mikor így, van nekem van olyan, mint este sötétben is megyek hazafelé, és akkor feljönnek a napi emlékek, mi volt, hogy volt, és akkor egész jó gondolatok jönnek közben. A mozgás, friss levegő, főleg nyáron tudom, az orgona, meg a loncnak az illata, az, az valami csoda. Tehát még a kreativitást is elősegíti a biciklizés. Igen. De igen. egyébként az eg a re sok tevékenységről ez azért hála Istennek elmondható. Mennyire bringás város, nyíregyháza ön szerint, az ön tapasztalatai szerint? Hát a zöldkerék Kerék Alapítványt már 99 óta gurítjuk, ha, ha lehet így nevezni, amit Garainé Nagy Éva alapított 1997-ben az após emlékére, aki kerékpárversenyző volt. Tehát akkori alakulástól azért már az eltelt húsz év alatt látjuk azt, hogy mennyit fejlődött a kerékpáros infrastruktúra is, valamint a kerékpáros közlekedőknek a létszáma is. Tehát azért akkor még, még sokkal kevesebben voltak a bringások, most viszont már igen le lehet azt mondani, hogy sok bringás van a korányin is, ha megnéz az ember azért, nem tudom, percenként kettő, három, vagy mikor, hogy milyen, milyen időben, de szerintem azért ez elég jó arány, hogy sokat fejlődött egy pár kritik, kritikálmasz, egy pár autómentes nap, amivel próbáltuk ezt erősíteni, valamint a sok kerékpár út, ami megépült, és ez nagyon jó, és régi vágyunk volt ezelőtt, tíz évvel mondtuk, hogy ú, de jó lenne már a Tokaj felé meglenne lenne a kerékpár, megépült, nagyon szuper. <laughs> Igen, ez most csak csak az álmaiban Most viszont meg. már akkor azon, azon gondolkozunk, hogy jó lenne, ha Nagy Káló felő is megépülne, mert most, most egy nagyon veszélyes útszakadat nagy, nagy, nagy bringázni. Tehát most az a rész, amit jó lenne, hogyha a döntéshozók előbb-utóbb el tudnának érni, hogy arra is kerékpárút legyen. Egyébként, hogy, hogyha összehasonlítjuk más városa, Nyíregyháza kerékpáros közlekedését a kerékpárutak tekintetében, akkor lehet egyáltalán valamilyen összehasonlítást mondani, hogy, hogy Nyíregyháza e tekintetben mennyire kerékpáros város? Jól állunk kerékpárutakban? Hát szerintem jól, mert akár Debrecen, vagy ezelőtt, nem tudom, 15 évvel jártunk Csongrádon például, akkor már ott nagyon sok kerékpárút volt, azóta nem vagy jártunk arra, visz kerékpárral, de, de szerintem azért elég jó, jó a kerékpárút, a kerékpárút hálózata, meg az, hogy most szerintem már az autósok is próbálják azt elérni, hogy, vagy próbálják azt, hogy inkább elsőbséget adnak a kerékpárosnak. Ebben lehet, hogy bejátszik az is, hogy volt egy-két baleset, és úgy vannak vele, hogy ha gyalog átkelő helyen mondjuk jön a kerékpáros, akkor inkább azt, hogy menjél, csak ne legyen nekem útba. igen, vagy akkor is elsőbséget ad, amikor nem kellene. Elsőbséget igen, 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 Tehát De... ezt, ezt, nagyon tapasztalom, és ez egy nagyon pozitív vlog. Meg lehet, hogy lassan a hollandiai, meg a finnországi dolgok is bejön ennek, hogy ott is úgy vannak vele, hogy a kerékpáros, siet, meg ö, környezetbarát módon megy, tehát akkor hagyd menjen autóval jobban ráér talán, ha ráér. Hogy, hogyha nem pattannak kerékpárra az emberek, hanem autóba ülnek és úgy mennek el a munkahelyre, az miért van? Hát mert szerintem nem sietnek, szerintem. meg, meg valahol státuszszimbólum is szerintem, tehát nem tudom, egy, egy kormányhivatalban nem biztos, hogy mindenki elmegy kerékpárral, de szerintem a nyugati példa előbb-utóbb ide is be fog gyűrűzni, hogy, hogy, esetleg egy polgármester vagy egy hivatali dolgozó is öltönybe is akár kerékpára pattan. Szerintem ez előbb-utóbb ide is be fog jönni. És mennyire divat akkor egyáltalán az, hogy mostanában, hogy annyira egyháziak bringára pattannak? Vagy hogyha mégsem, akkor, akkor, akkor van ennek bármilyen más nemű egyéb akadálya? Tehát a munkahelyek mennyire segítik ebben az alkalmazottakat, a munkahállókat? Hát szerintem vannak olyan munkahelyek, ahol segítik, viszont valahol nincs átöltözési lehetőség, meg, meg lehetőség, tehát ilyen kerékpártárolók, például régen volt egy olyan programunk, hogy kiváró kerékpáros megállóhely, például díjaztuk azokat a vendéglátóhelyeket, helyeket, ahol, vagy múzeumot, ahol külön kerékpártárolók vannak, esetleg zárható kerékpártárolók vannak, fedettek, és akkor, akkor, sokkal nagyobb kedve van az embernek elvinni, elmenni bringával, mint hogyha kin kell hagyni az úton, mondjuk, és akkor félő, hogy valaki esetleg lóvát el, elköti. <laughs> <laughs> hát no, beszéljünk akkor a rendezvényről, a programokról. Hát, ha jól tudom, akkor délután fognak kezdődni Nyíregyházának a Kossuth téren, igen. szerdán. Igen, tehát minden, mindenkit várunk szeretettel szerdán, egy órától kezdődnek a programok, közben így puskázok, ha nem gond. Nyugodtan. Tehát kezdünk a pancsi, vagyis majd mediballal kezdünk, bocsánat, mediballal kezdünk, ez egy kis bemelegítés, utána jön pancsi bohóc és a gombóc együttes, ő fogja nem tányéron kínálni, a gombócot, de az ő dalaik fogják a gyerekeket vonzni, remélhetőleg. Osztályokat hívtunk meg erre a, a koncertre is, meg a bohóc dolgokra is. Aztán utána komolyabb vizekre elvezünk, az Egészségfejlesztési Intézet jó voltából egy diszkó baleset szimulációnak lehetünk tanulni. Hát sajnos a közlekedéssel ez is jár, hogy ha baleset történik, akkor azt mutatják be, hogy milyen összhang van a, a mentők, a tűzoltók és a rendőrség között. Tehát, hogy hogy, hogy érkeznek, hogy segítenek a sérülteknek. ez egy nagyon jó dolog. Ezt már két évvel ezelőtt is láthattuk, de szerintem ezt érdemes megnézni akár osztálynak, nem tudom, milyen osztályfőnöki óra keretében is akár. Lehetőleg gondolom érdemes bringával érkezni. Hát igen, most nem az lesznek kitiltva a Kossuth térrel a vicceire. Igen, igen, mert sajnos igen. nagyobb rendezvényeknek ki vagyunk tiltva, de ezt is tudom tudomásról kell venni. Színpadi programok még? Színpadi programok. amit kiemelne, az időnk sajnálatos módon véges. Akkor közben puskázok, tehát azt mondja, ott jártunk, hogy a Primavera balett együttes mutatkozik, ez egy ilyen lágyabb dologgal, aztán utána egy hip-hop tánc együttes, a No Comment, ők már egy kicsit keményebben fogják zúzni, aztán még keményebb a triál bemutató, ahol rak, egyik lap rak lapról a másikra fog ugrálni Majoros János, ő országos bajnok, és utána jön a kerékpáros felvonulás, Na és, és akkor itt azért szeretnénk, hogyha minél többen lennék, megmutatnánk, hogy sokan vagyok, bringások. Pontosan akkor hány órakor lesz a kerékpáros felvonulás? Mert szerintem ez még sokakat érdekelhet. Igen, 7 órá, vagy 5 ó, 17 órától, bocsánat, 17, 17 órá. órától fog indulni a kerékpáros Mi felvonulás. a várost. Lesz útlezárás is, igen, nem nagy, de lesz, tehát a rendőrség fogja biztosítani a, a kerékpáros felvonulás útvonalát. És lesz sorsolás is. igen, igen, tudom. tehát úgy készültünk, hogy négy bringát fogunk kisorsolni, valamint az Eurodirect jó voltából még egy elektromos rollert is. Tehát érdemes lesz bringára pattanni, eljönni, és szerintem színes programok lesznek. Itt összeírtam, hogy a szeretett kavics készítéstől kezdve a kerékpáros kulcs tartó, aztán európai uniós játékok, tesztek, ökológiai játékok, kerékpár, kerékpár regisztráció a rendőrség részéről a bike Safe, és még nagyon sok minden. Rendben, köszönjük szépen mindezt, akkor szeptember 22-én Szerdán, Nyíregyháza, Belvárosában, délután egy órától. Okay. Brigára fel! Így legyen. <laughs> Kedves nézőjük, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor szó esik többek között arról, hogy milyen esélyekkel tudja mindennapjait élni egy mozgáskorlátozott ember a megyében. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!